Ezen a térképen azokat az illegális lerakókat jelölték be a szekszárdi civilek, amiket ők találtak, vagy amiket jeleztek számukra. Az idén megalakult szekszárdi hulladékkommandó folyamatosan frissíti ezt a térképet, amit a legnagyobb közösségi oldalon is közzétesznek. A több mint 30 feltárt szemétlelőhely közül az egyik az 56-os út melletti területen fekszik. Itt hatalmas halomban áll a használt gumiabroncs. A Palánki úton is szeméthalom csúfítja el a vasúti töltés melletti területet. A hulladékkommandó ötlete akkor vetődött fel, amikor a kormány bejelentette természetvédelmi akcióját. Ennek keretében országszerte felderítik a szemétlerakókat. Ennek célja a körforgásos gazdálkodásra való átállás, azaz minél több hulladékot hasznosítson újra Magyarország. Egy ingyenes mobil alkalmazást is létrehoztak, amin keresztül bárki bejelentheti, ha szabálytalanul elhelyezett hulladékot lát. Szabó Antal, a hulladékszállításért felelős Aliszka Terra Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója azt mondja, tisztában vannak azzal, hogy Szekszárdon, valamint Tolna megye több pontján szeméthalmok alakultak ki, az odahordott műszaki cikkektől, bútoroktól, alkatrészektől. Ám elszállítani csak akkor tudják, ha van rá forrás, az pedig nem mindig áll rendelkezésükre. A legtöbb illegális hulladék lerakó megszüntetésének a legnagyobb problémája az, hogy nem tudjuk megoldani saját forrásból a megszüntetést, az elszállítást, az ártalmatlanítást. Tehát mindenképpen központi forrásokat igényel. Illegális szemetelésért 150 ezer forintos bírságot szabhat ki a hatóság, és akár börtönbe is zárhatják a szemetelőt a törvény szerint, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely szabadságvesztéssel is büntethető. A büntet 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha veszélyes hulladékot is érint. Szerettük volna megtudni a hulladékradarért és az országos kezdeményezésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, hogy egy bejelentés után hogyan történik a szeméthalom felszámolása, és miből fogják azt finanszírozni, de későbbre ígértek tájékoztatást.